Mit reggeliztél? Kivettem a mélyhűtőből egy kis fagyasztott bogyós gyümölcsöt. Kint hagytam egy 20-30 percig, majd összeturmixolt, mert lett egy ilyen gyümölcskása. Aztán meggondoltad magad és visszatette. Nem igen. Fagyasztunk vissza. Igen, gyümölcskása, igen. Ehhez banánturmixoltam, és köles és hajdina pejhet tettem hozzá. Egy kis édesítéssel, most egy kis stéviát kevertem bele, és egy kis zapejhet. A turmixokhoz lehet köles hajdina pehelye banán turmixol? Abszolút lehet. Miért jó? Némi energia. Ugye a gyümölcs az elég savanyú anyag, nem savas, de savanyú anyag, és ezek pufferolják, mellette ugye a gabonában lévő értékes komponensek, ugye bőr, köröm, haj, emésztőrendszer, rostok ott vannak, tehát a gyümölcsöket ezért keverjük különböző kis gabonákkal, de most ilyen gluténmentes volt. Egy kis zabanyuk ment hozzá, és ezt elkortyoltam. Ez egy nagyon sűrű, ezt rágni kell, nagyon sűrű anyag lesz, és ez egy ilyen energiadrink volt reggelre. Hú, aztán pedig aerobikoztál az Ave Máriára, gondolom. Nem? Ez a fallabdára készülés akkor. Jól van. Már én nagyon szeretlek továbbra, és Gábor, köszönjük, hogy itt voltál. 2 hét múlva akkor köszönöm találkozunk.